Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 30-áig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik. Itt látható a szimbóluma, és megnézzük, hogy mi történik ezen a napon. A hold jött ki, milyen érdekes. Tehát a hold uralkodik a hétfői napon, és a hold uralkodik így a környezetedben, ami jelentheti az anyukádat, az anyai érzelmeket. Persze a hold jelenti az álmokat, az álmodozásokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és kihat az érzelmeinkre. A hold néha jelent változásokat is. A keddi napon Marsbolygó uralkodik. Mi történik kedden? Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a gyermekek állnak a középpontban. Sőt, itt a hold, ami jelenti az anyai érzelmeket, és a gyermek, az utalhat egy kisbaba születésére is. Amit a gyermek itt még jelent, a fiatalos kisugárzás, az ártatlanság, egy új kezdet, egy új irány, néha jelentheti azt is, hogy kicsit olyan naívak vagyunk, túl jó indulatúak. Mindenkiben megbízunk. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, itt a könyv lehet iskolázás, lehet tanulás, lehet egy továbbképzés, vagy egy könyv, például, hogy kapsz ajándékba egy könyvet, vagy te ajándékozol a gyermekeknek egy könyvet. Amit a könyv még jelenthet, az ő zárkozottsága, vagy a te zárkozottságod. Esetleg, hogy vannak nálad olyan gondolatok, hogy valaki eltitkol előled valamit. Csütörtök, itt látható Jupiter bolygó, uralkodik a csütörtöki nap felett. Csütörtökön van egy Lilith energia. Az azt jelenti, hogy a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami nagyon közel áll a mi földünkhöz. Ez a pont kiváltja ezt a Lilith energiát, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Mivel közel van hozzánk, közel van a földünkhöz, ez az álom most megvalósulhat. Azon kívül Jupiter bolygó szerencsét hoz. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a hegy jelentheti a hegyvidéket, például egy kirándulás a hegyekbe. De ez a hegy olyan, mint egy szikla, és utalhat az ő hideg, rideg tartására, vagy bizonyos korlátozásokra. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, az itt látható. A kutya jelentheti a házi állatokat, kutyát vagy cicát is. A kutya utal a hűségre, hogy ő hűséges hozzád, te szintén hűséges vagy hozzá. Amit a kutya még jelenthet, ezek a barátok, a baráti kapcsolatok. Lehet, hogy találkozol egy barátnővel, vagy ő találkozik a barátjaival, ez is előfordulhat a pénteki napon. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik. Ezen a napon a hold eléri Ráhút.
Rahu az a felfele mozgó kármikus csomó, és jelenti a jövőt. Egy új irányt, egy területet, ahol még nem ismered ki magadat. És mi történik még? Szombaton. Itt a hajó jelentheti a reményt, hogy ez az új irány az, amire szükséged van, és minden jóra fordul. A hajó jelenthet utazásokat, vagy egy nyaralás tervezését, egy új irány. A hajó jelentheti azt is, hogy ő távol van tőled, de tervezi ezt az utat, mert szeretne meglátogatni téged. Amit a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatok, ezek lehetnek internet kapcsolatok is. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ezen a napon történik valami nagyon fontos, hiszen Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, őrzi a kármikus témákat. Ha Szaturnusz bolygó hat, akkor vannak sors döntő találkozások, döntések vagy változások. Vasárnap Szaturnusz bolygó megáll egy pillanatra, utána majd visszafele halad, körülbelül úgy szeptember közepéig. Ez a visszafele tekintés, vagy visszafele mozgás, ez utal a múltra. Vagy valaki visszatér a múltból, vagy át kell még vizsgálni valamit, visszafele tekinteni, és mindez, a múlt, ez a visszatekintés, ezek az emlékek vagy kapcsolatok kihatnak a sors utunkra. És mi történik még vasárnap? Itt vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, valami eltűnik. És ez kiválthatja azt is, hogy vannak félelmek, hogy elveszíted a pénzt, elveszíted a munkádat, elveszíted a párodat. De az egerek néha tudnak segíteni is, hiszen eltávolítanak negatív dolgokat, negatív gondolatokat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy negatív érzelmeket, mint félelmeket, vagy hamis személyeket is el tudnak távolítani. Sőt, az egerek eltávolíthatják itt a hegyet, a korlátozásokat. Lehet, hogy megvan részéről ez a hideg-rideg tartás, és köztetek a hegy olyan, mint egy fal, nem tudod, hogy tudnál közeledni hozzá, de vasárnapra ez elmúlik. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!